Talán még emlékeznek rá, hogy nem túl rég volt nálunk a Hyundai Ioniq-nak a hibrid változata. Ugye ez az az autó, ami nagyjából három darab kivitelbe készül, és direkt ilyen zöld autónak készült, tehát az egész autónak a felépítése, minden úgy van kitalálva, hogy ezeket a zöld technológiákat beleépítsék. Van ugye hagyományos hibrid, ami olyan, mint a Toyota Prius, van plug-in hibrid, ami ugye most már Priusból is létezik, ez annyit jelent, hogy bár hibrid, de konnektorral is lehet tölteni, és van a full elektromos kivitel, ami végre megérkezett Magyarországra, úgyhogy végre kipróbálhatjuk. Az Ioniqról anno elmondtam sok mindent, az egyik legfontosabb, hogy ugyanúgy, mint a Prius, egy tök használható méretű autó, nagyon széles beltérrel, egymás mögött el lehet négy felnőttnek is férni, és a csomagtartás egy jó méretű, maga a felszereltség és nagyon jó pofa. És igazából ilyen szempontból az elektromos, teljesen elektromos változat sem okozott csalódást. Egyetlen furcsaság az orra, ami egy ilyen más, ilyen egy szürke betét van az elejében, és ettől még csúnyább lett. Amúgy sem volt ez egy szép autó, de azt gondolom, hogy ettől még csúnyább, főleg úgy, hogy a mellette pedig egy ilyen nagyon élénk szín van, tehát a kettő szerintem abszolút nincs összhangban egymással. Ettől függetlenül a méreteiben, a formájában, stb. Ez egy élhető autó. Ilyen tekintetben szerintem egy nagyon jó választás, ha valaki elektromos autót akar főleg, hiszen ebben tényleg el fog férni rendesen. Még a csomagtartója sem vészesen kicsi, ha jól emlékszem, 455 literes, tehát ebbe is lehet pakolni. Persze, azt meg kell szokni, hogy mindig van nálunk egy plusz táska, ami a különböző töltőkábeleket hordozza. Ami viszont egy ilyen autónál sokkal fontosabb, és beszélgessünk erről, ugye hagyományos váltókkal semmi ilyesmi nincs, hanem itt van egy ilyen három, igazából négy gombbal álló kis egység, eldönthetjük, hogy parkolunk, üresbe rakjuk, megyünk előre vagy hátra. Ezen kívül vannak még ilyen drive módok, de ezek is szerintem igazából nagy különbség nincs köztük. Annyi az értetlen nagyobb különbség, hogy a sport módban amúgy 265 Nm-es nyomatékot még egy plusz 30-szal megtolja, tehát akkor már 295 Nm-ről beszélhetünk. Ebben a módban már 9,9 másodperc alatt képes felgyorsulni 100-ra, nem mintha bárki is arra venne autót, hogy 100-ra gyorsulgasson vele, hiszen akkor nagyon hamar le fog merülni. Amúgy 120 lóerős az elektromos motor, ami nagyon furcsa, hogy itt két karral, mint egy váltókar, azzal azt lehet beállítani, hogy éppen milyen erős legyen a visszatöltés. Most nullásra raktam, az azt jelenti, mint hogy volond elkezd a lejtőn gurulni, de hogy szépen kapcsolgatom egy erősebbé, gyakorlatilag ilyen motorfék hatás van, és még annál is durvább hatás, tehát a hármas módban nagyjából meg lehet azt csinálni, hogy csak gázpedállal vezetjük az autót, nagyon ritkán kell átlépni a fékre. Igazából az ember hozzászokik, hogy ezeket nyomkodja, és tényleg akkor nagyon ritkán kell fékezgetni. A Ioniqnak szerintem az egyetlen nagyon nagy pozitívuma mondjuk egy i3-ashoz, vagy akár a Nissan Leafhez képest, az tényleg a mérete, főleg a pakolhatósága. De azért el kell mondani, hogy mi is tesztelgettük a hatótávját, olyan nagyon kiugró értékeket nem mértünk vele. Van egy barátunk, aki már ezzel jár elég sűrűn, ő 200 km-eket simán elmegy egy ilyen Ioniqkal, ami nagyon jól hangzik. Viszont egy cseh lap megcsinálta, hogy egymással, teljesen párhuzamosan egy i3-assal, abból is a nagyobb akkucsomagos i3-issal, egy ilyen Ioniqkal, valamint a nagyobb akkucsomagos Nissan Leaf-fel elindultak ugyanazon az útvonalon, azt hiszem Prágából valahogy szépen egy nagy kört. Volt benne autópálya, országút, város, minden, tehát csináltak egy ilyen nagy kört, és bizony egy Ioniq jutott a legmesszebbre, aztán 15 km-re messzebb jutott, mint mondjuk a BMW i3-as, ami ugye elvileg 250 km-t is tudhat. Ilyen tekintetben nagyon jó az autó szerintem, nem okoz csalódást. Én nekem még mindig vannak hiányérzeteim, hiszen én azért több mint 200 km-t szeretek elmenni, még nagyon sokat járok autópályán, és továbbra is az azért tartja magát, hogy ezzel az autóval autópályán azért nem ajánlatos sokat menni, hiszen akkor sokkal lelkesebben merül. De ettől függetlenül minden kényelmi extra, például most ugye tolatok, minden benne van, a fűtés egy kicsit gyenge, de azt is felárasan lehet hozzá jobb fűtést vagy fűtést venni. Én azt gondolom, hogy minden kényelmi extra valaminek rendelkeznie kell egy ilyen autónak, ezzel ez rendelkezik. Szerintem normálisan lehet vezetni, ugye mivel elektromos, nagyon csendes. Az anyagminőségek ugyanolyan, mint a hibridben, tehát ugye ezek újra hasznosított műanyagok, tehát nem ez a világ legjobb anyagminősége, viszont meg kell barátkozni vele, hogy ez is egy zöld autó, tehát ezekben is ilyen, hogy az i3-asban is nem éppen átlagos anyaghasználatot láthatunk.
úgy azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó csomag, ha valaki elektromos autót akar venni, ráadásul egy tök jó méretben, és hát az ár is egy teljesen emészthető most már. Ugye az alapár az 10,5 millió forint, egy prémium felszereltség, ami kicsivel jobb, csak azért 10,9 millió forint, ehhez még ugye fel lehet venni az állami kedvezményt, ugye az 1,5 millió forint, úgyhogy bőven be lehet menni 10 millió forint alá. Persze hozzá kell tenni, hogy ehhez is vannak olyan felárak extrák, ami még egy plusz 1 millióval kb. Megtolthatja az árát, de én azt gondolom, hogy ez a csomag így, ahogy van, ettől függetlenül rendben van. Kár, hogy ilyen kis csúnyácska.